Adósságátvállalás. Fónagy János államtitkár szerint Bátony terenye hónapokon belül megszabadulhat az előző városvezetéstől örökölt adósságától. Karácsonyi jótékonysági akciók, óvodák kaptak ajándékokat Bátony terenyén az önkormányzattól és a közgyűlés elnökétől, az Émász pedig Nógrád megyi intézményeknek adományozott. Olá Gergő az X-faktor győztese, a 24 éves két gyerekes családapa egy autót, egy luxusutazást és 12 millió forintot nyert. Ez a híradó, köszöntöm Önöket! Bátony terenye adósságának egy részét is átvállalja a kormány, az majd csak a jövő év első felében derül ki, hogy a majdnem 2 milliárdból pontosan mennyit. A kormány még az idén teljes egészében rendezi az 5000 fő alatti települések adósságát, míg a városokét 40% és 70% közötti mértékben vállalja át. Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Becsó Zsolttal és Nagy Majdó Józseffel közösen tartott sajtótájékoztatót Bátony terenyén. A megbeszélések céljairól és eredményeiről elsőként Nagy Majdó József tájékoztatta a sajtó jelenlévő képviselőit. A polgármester elmondta, hogy az államtitkárral folytatott konzultáció kiemelt témája volt a város adósságának kormány általi átvállalása, illetve annak módja, mértéke és időpontja. Nagy Majdó József szerint a város előző szocialista vezetése nagyban hozzájárult az adósságterhek kialakulásához, hiszen nem teremtettek munkahelyeket, nem éltek azokkal a gazdaságélénkítő megoldásokkal, amelyek a város pozitív irányba vihették volna. Bátony terenyének más városokhoz hasonlóan az évek alatt komoly adósságterhei keletkeztek. Jelen esetben ez hozzávetőlegesen 2 milliárd forint. Ennyi adóssága van mindent egybevéve a városnak. Az adósság mértékének csökkentésére még az önhibáikon kívül hátrányos helyzetben lévők számára biztosított támogatás sem volt elég. 2011-ben 2,7 milliós hiánnyal zárták az évet. Mindezek mellett a jelenlegi vezetés egy nagyobb összegű, korábban felvett hitel mennyiséget már visszafizetett, illetve több gazdaság élénkítő lépést is tett. Új adónemeket vetettek ki és megszüntették az adósságkezelési ellátást. Fónagy János sajtótájékoztatójában elmondta, 2010-ben, amikor átvették a kormányzást, 20 ezer milliárd forint volt az állam adóssága, amely nagyban köszönhető a Gyurcsány és Medgyesi kormánynak. Magyarország listavezető az adósság mértékében és összetételében is. Az önkormányzatok eladósodtak, hiszen 2002-től folyamatos forráskivonás történt. Azonban az önkormányzati terhek nőttek, így hitelállomány felvételére kényszerültek. Azokat a normatívákat, amelyeket a rendszerváltást követően az önkormányzatok kötelező feladatként megkaptak, azt az állam egyre kevésbé, kisebb mértékben finanszírozta. Ennek következtében az önkormányzatok a napi működtetés miatt likvid hiteleket, üzemviteli hiteleket voltak kénytelen felvenni, ami úgy működik, mint egy hólabda, hogy görgetik maguk előtt, és egyre nagyobbak. Az önkormányzatok adósságterhe mára elérte az 1200 milliárd forintot. Ezért az Orbán kormány számára kikerülhetetlen feladattá vált ennek a rendezése. Tekintettel arra, hogy 2010-ben, amikor átvettük a kormányzást, akkor szembe találtuk magunkat azzal, hogy Magyarország egészen is egy adósságcsapdában van, hiszen az államadósság 2002-es 52-53%-ról 82-83%-ra növekedett, forintban ez azt jelenti, hogy 8000 milliárdról több mint 20000 milliárdra. A kormány 2010-től az államadósságot előbb megállította, majd csökkentette. Ma 2012. decemberében ez a 2010-es 82-83% helyett 76-77%-on áll, tehát már nem csak megállta az államadósság növekedése, hanem elkezdett csökkenni. Fónagy János tájékoztatójában elmondta, a devizaválságba keveredett családok után most az eladósodott önkormányzatokon is segítenek. Az 5000 fő alatti települések terheit a kormány még ez év decemberében teljes egészében átvállalja. Kelet-Nógrádban 37 település nyújtott be pályázatot a hitelállomány csökkentésére. Ennek teljes összege meghaladja az 1 milliárd forintot. Az érintett önkormányzatokat napokon belül értesítik, és megkapják a pályázott összeget is. Míg a 5000 fő feletti településeknél is ilyen Bátony terenye 2013 első felébe összegzi, és településeként döntést hoz, hogy 40% és 70% közötti mértékben milyen arányban mentesíti ezeket a településeket az elmúlt évek hordaléka, az elmúlt évek által ide örökített terhek alól.
Január 1-től új nevet kap két Salgótarján intézmény. A város közgyűlése úgy döntött, hogy az önkormányzat átveszi az államtól a Balassi Bálint megyei könyvtár és közművelődési intézetet és a Nógrád megyei múzeumi szervezetet is. A könyvtár közfeladatai közül kikerül a közművelődés, így januártól Balassi Bálint megyei könyvtárnak hívják majd. Mozgókönyvtári és fiókkönyvtári feladatokat is ellátnak. Ezekre a szolgáltatásokra az eddigi tárgyalások alapján több mint 100 nógrádi település tart igényt. A múzeum a kiváló történész és múzeológus után a Dornyai Béla Múzeum nevet kapja, funkciójában pedig megyei múzeum marad. Bemutatták a Nógrád megyei járási hivatalok vezetőit is. Nógrád megyében 6 helyen, Balassagyarmaton, Bátonyterenyén, Pásztón, Rétságon, Salgótarjánban és Széchenyben lesz járási hivatal január 1-től. Az új vezetők feladata, hogy az emberek számára egyszerűbb legyen az ügyintézés, és a lehető legkevesebbet kelljen utazniuk. Okmányiroda és hatósági osztály mellett gyámügyi és munkaügyi kirendeltség mind a 6 városban működik majd. A legnagyobb hivatala Salgótarjáni lesz. Az előzőeken kívül működéstámogatási osztállyal, földhivatallal, állategészségügyi és élelmiszerellenőrző, valamint építésügyi és örökségvédelmi hivatallal. Bátonyterenyén tartott előadást dr. Papp Lajos. A szívsebész a Keresztény Kávéház adventi programsorozatában a szeretetről, az egymás iránti őszintességről, az elfogadásról és az adventi készülődésről is beszélt. Szép számmal érkeztek vendégek a Kisterenyei Csente panzióba, hogy meghallgassák Papp Lajos előadását. A professzort, aki a legjelentősebb családi örökségként tartja számon az erkölcsi tartást, 1996-ban az Évembere díjjal is kitüntették. A mostani eseményen az adventről, a szeretet missziójáról, annak fontosságáról beszélt. Nem csak a magyarok életébe, de a mi népi szokásainkban nagyon messzi gyökerek nyúlnak be az emlékezetbe, az álomhava, a decemberhava, a sötétség hónapja, amikor egyre rövidebbek a nappalok, és várjuk a fény megszületését, Krisztus megszületését, és várjuk a december 21-ét, a napi évfordulót. Minden emberben egyfajta számotvetés a múlttal, egyfajta vágyakozás a szeretetre, hiszen Krisztus nem más, mint a szeretet szimbóluma, az új szövetség nem más, mint a szeretet szövetsége. Zárásként a professzor egy evangelista szavaival fogalmazta meg az advent üzenetét. Szeressétek egymást, szeressék egymást. Isten áldja önöket. Ünnepi szentmisét tartottak a nagybátonyi Szent György Római Katolikus templomban advent harmadik vasárnapján. A mise után betlehemes játékot mutattak be a II. János Pál pápa általános iskola tanulói. Az eseményről készült bővebb összeállításunkat Kitekintő című műsorunkban láthatják. Óvodákat, gyermekotthont és egy kórházat támogatott karácsonyi jótékonysági akciójával az Émász. Összesen 3 millió forintot osztottak szét. A szolgáltató 1 millió forintot adományozott a pásztori gyermekotthonnak. Szintén 1 millió forinttal segítették a Szent Lázár megyei kórház gyermekosztályát. És ugyancsak 1 millió forintot kapott közösen a Bátonyterenyek közoktatásért közalapítvány és a település 5 óvodája. Az adományokat a társaság képviselői a Salgótarjáni megyeházán adták át. A bátonyterenyei őzike óvodások ünnepi műsorral kedveskedtek a társaság képviselőinek, illetve az itt megjelenteknek. Mindezen túl a nagylelkű adomány viszonyzása képpen még egy közösen készített rajzot is átadtak Kövesti Zoltánnak, az Elmű Émász értékesítési igazgatósági tagjának. A társaság több éve biztosít karácsony táján különféle adományokat óvodáknak, illetve más közintézményeknek. Azt hiszem, gyerekeket támogatni és közintézményeket, kórházokat támogatni a mai helyzetben azt hiszem, mert feltétlenül indokolt. Gyerekek a jövőt jelképezik, és azt hiszem mindenkinek, akinek gyermeke van, tudja azt, hogy ilyenkor karácsony előtt mekkora várakozás. Én azt hiszem, hogy itt most ez ma ebbe a kis műsorba is visszatükröződött, tehát azt hiszem nagyon jó döntés volt, hogy így gyerekekre gondoltunk elsősorban. A szolgáltató 1 millió forintot adományozott a Nógrád megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény fenntartásában működő pásztói gyermekotthonnak.
Szintén 1 millió forinttal segítették a Szent Lázár megyei kórház gyermekosztályát. Ugyancsak 1 millió forintot kapott közösen a Bátonytelenyei Közoktatásért Közalapítvány és a település 5 óvodája. Azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, jó helyre kerültek az adományok, és mint ahogy kiderült itt az adományozás során, ezt örömmel is fogadták az érintettek, mert kvázi ezt az intézmények kapták, de ez a gyerekekre lesz költve. Karácsonyi műsorra lepték meg szüleiket a kicsik a Bátonyterenyei Tölgyfa óvodában. Az óvodásokat pedig ajándékokkal lepte meg a közgyűlés elnöke, a város polgármestere és több önkormányzati képviselő. Zengétek, angyalok! Zengétek boldogan! Tudja meg a... Betlehemes műsorra készültek a közelgő karácsonyi ünnepekre a gyerekek a Tölgyfa óvodában. A mostani előadást komoly felkészülés előzte meg, hiszen még hittanoktatáson is részt vettek az apróságok. Erre a kis műsorunkra, betlehemes műsorunkra kedves kolléganőim készítették föl a gyerekeket. Verstanulás, meseolvasás előzte meg az ünnepre való ráhangolódást. Sok olyan család van, ahol nem tehetik meg a szülők, hogy karácsonyfát állítsanak és drága ajándékokat vegyenek. Azonban a város polgármestere, a közgyűlés elnöke és több önkormányzati képviselő is támogatta az intézményt. Így a hátrányos helyzetű gyerekek is kaphattak ajándékokat. Így kerülhetett ajándék a karácsonyfa alá és az IPR pályázati pénzből, ami nagy-nagy segítséget jelent az óvodánk számára. A gyerekek most is nagyon örültek az ajándékoknak. Füligérő mosollyal és csillogó szemekkel nyitották ki a különféle játékokat rejtő dobozokat. Molnár Ferenc képviselő is vitt ajándékokat a Tölgyfa óvodába, szaloncukrokat és gyümölcsöket adott a kicsiknek. Átadták a salgótarjáni jó tanuló, jó sportoló díjakat is. A legtöbb díjat idén a Skáit központi tagiskola diákjai kapták. Összesen 65 diákot és 8 felkészítő tanárt jutalmaztak. A város önkormányzata idén 30. alkalommal ismerte el azoknak a diákoknak a munkáját, akik a sportban és a tanulásban is helytáltak. A rengeteg pályázat miatt azonban szűkíteni kellett a díjazottak listáját, így a csapatsportágak esetében figyelembe vették azt is, hogy hány induló csapat közül szerepeltek jól a salgótarjániak. Késsel fenyegetőzött egy 34 éves rákóczibányai férfi. Az anyósa lakás ajtaján dörömbölt, miután senki nem engedte be, többször is az ajtóba szúrta a kést. Végül csak magát sebesítette meg véletlenül. A Bátonytelenyei Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés büntette miatt folytat büntetőeljárást egy 34 éves rákóczibányai férfi ellen. Az eddig rendelkezésre álló adataink alapján a férfi a napokban, az esti órákban felkereste élettársa édesanyját rákóczibányai családi házánál. A házhoz úgy jutott be, hogy a családi ház kertkapuját a zsanérjairól leemelte, majd a bejárati ajtónál kiabálva követelte, hogy őt engedjék be. Szavainak nyomatékot adva, hogy beengedjék a lakás bejárati ajtajába, többször belevágta a kést. Ennek következtében a késpengéje sajnos eltört és megsebezte vele a kezét. A lakásban tartózkodók közül senki nem sérült meg, a férfit a kollégáim rövid időn belül elfogták a helyszín közelében, és miután orvosi ellátásáról gondoskodtak, a rendőrkapitányságra előállították, ahol gyanúsítottként került kihallgatásra. Ennek során a férfi elismerte a bűncselekmények követését és megbánta tettét. Hárman raboltak ki egy 21 éves Mátra verebélyi férfit egy vonaton. Elkérték a kabátját és a cipőjét. Miután a férfi ezt nem adta oda, megverték és elvették a pénzét, valamint a mobiltelefonját. A három rabló közül kettőt már elfogott a rendőrség, harmadik társukat még keresik. Még mindig nem késő kérni az influenza elleni védőoltást a szakemberek szerint. Bár Magyarországon még nincs járvány, de egyre több a megbetegedés. Az influenzának súlyos szövődményei is lehetnek. A legveszélyeztetettebbek a gyerekek, az idősek és a krónikus betegek. Ők ingyen kapják a vakcinát. A hideg, nedves, változékony időjárás beköszöntével egyre többen tüsszögnek, köhögnek körülöttünk. Ezeket a megbetegedéseket sokszor influenzának gondolják az emberek, azonban ez nem minden esetben van így.
Nagyon sokszor zavar támad ebből a kérdésből, mert az influenzának a tüneteit a betegek összetévesztik az egyéb felső légúti fertőzéseknek a tüneteivel. Nagyon sokszor úgy érzik, hogy influenzások, holott nem. Tehát az influenza tünetei nagyon sokszor akár nátha nélkül, lázzal, hidegrázással, fejfájással, végtag és izomfájdalmakkal kezdődnek. Utána csatlakozhat hozzá a nátha, a köhögés, és minden más, ami jellemző az egyéb felső légúti vírusfertőzésekre. Semmiképpen nem szabad összetéveszteni a közönséges őszi náthával az influenzát. Tehát a magas láz, fejfájás, hirtelen kezdődő láz, fejfájás, végtagfájdalmak, és általában úgy érzi a beteg, hogy mindene fáj. Ezek lehetnek jellemzőek az influenzára. Magyarországon jelenleg még nincs influenza járvány, azonban mindenkinek érdemes beoltatni magát. Erre hívják fel a házi orvosok az emberek figyelmét. Az emelkedő tendencia miatt érdemes az oltásokat megadatni. Mint tudjuk, két hétre van szükség ahhoz, hogy a védettség kialakuljon. Minden évben újra kell oltatni magunkat, mivel minden évben változik a vírusoknak az összetétele, ezért a védettség mindössze egy évre szól. Különösen veszélyeztetettek a 60 év felettiek, illetve a gyenge immunrendszerrel rendelkezők. Az influenza vírus halálos megbetegedéseket is okozhat, különösen időseknél és súlyos betegeknél. Nógrád megyében az előző évekhez hasonlóan 28 ezer térítésmentes oltóanyag áll rendelkezésre. Az ingyenes oltásra azonban nem mindenki jogosult. Ingyenes védőoltásra jogosultak a krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, tehát az asztmások, a krónikus hörkurutban szenvedők, a különböző szívbetegségekben szenvedők, érrendszeri betegek, immunhiányos betegek, cukorbetegek, anyagcserebetegek, aztán az iskolákban dolgozók, a különböző egészségügyi intézményekben dolgozók, az idős otthonokban ápoltak, a terhesek, sőt azok is, akik a közeljövőben terhességet terveznek, ők is jogosultak erre. Bármilyen tartós betegségben szenvedő gyermekek is jogosultak az ingyenes oltásra. Az ingyenes oltáson kívül nagy mennyiségben áll rendelkezésre oltóanyag a gyógyszertárakban. Ehhez bárki hozzájuthat recept ellenében. Továbbá, amennyiben marad vakcina, azokat is beoltják, akik nem jogosultak az ingyenes oltásra. Jövőre is volán buszok közlekednek Salgótarjánban. Annak ellenére, hogy a Nógrád Volán ZRT és az önkormányzat többszöri egyeztetés után sem tudott megállapodni. A Nógrád Volán ZRT szerződése ugyanis az év végén lejár. A társaság azonban a jövő évi helyi járatokat csak akkor működtetni, ha az önkormányzat kifizeti a veszteségeit, sőt még emellé is a támogatást. Ezt az önkormányzat nem fogadta el, de hogy ne maradjanak busz nélkül az utasok, legutóbbi testületi ülésén úgy döntött, hogy szükséghelyzetet rendel el. Ennek alapján köteles a Nógrád Volán ZRT tovább működtetni a helyi járatokat. Mindaddig, amíg nem sikerül egy másik szolgáltatóval megállapodni, de legfeljebb egy évig. Webkamerával figyelik a természetvédők a madarakat Salgótarjánban, Róna faluban. A kamerát egy különleges helyre, a medvesfenség peremére, egy madáretető elé tették. Eddig 10 fajt figyeltek meg, köztük a középfakopáncsot is, amely ritka madárnak számít. Azért éppen ide tették a webkamerát, mert a vidéket nagyrészt erdő borítja, de a fenség alföldi jellegű füves terület. Ennek köszönhetően a környék élővilága igen változatos, így madárfajokban is gazdag. A téli etetés rendkívül fontos a madarak számára, ilyenkor ugyanis a hó és a jég miatt sokkal kevesebb érelemhez jutnak. Olá Gergő lett az X-faktor győztese. A 24 éves karancslapújtői fiú egy éven át havi 1 millió forintot, egy autót és egy luxus utazást nyert. Az egykori közmunkás azt mondta, hogy ezt a pénzt félre szeretné tenni, hogy később vehessenek egy saját lakást. Azt is tervezi, hogy végre megveszi feleségének és gyermekeinek azokat a dolgokat, amelyekre régóta vágynak. A küzdelem nagyon szoros volt, Antal Timivel szinte egész este fejfej mellett haladtak. Végül Gergő 1%-kal győzött. Adósságátvállalás. Fónagy János államtitkár szerint Bátony terenye hónapokon belül megszabadulhat az előző városvezetéstől örökölt adósságától. Karácsonyi jótékonysági akciók, óvodák kaptak ajándékokat Bátony terenyén az önkormányzattól és a közgyűlés elnökétől, az Émász pedig Nógrád megyei intézményeknek adományozott.
Olá Gergő az X-faktor győztese, a 24 éves két gyerekes családapa egy autót, egy luxus utazást és 12 millió forintot nyert. Ez volt a híradó, viszontlátásra!